Bán János, a Kecskeméti Média Centrum ügyvezető főszerkesztője, és Pásztor Andrea, a híres.hu felelős szerkesztője vették át Szemerejné Pataki Klaudia polgármester ajándékait kedden délután szerkesztőségünkben. A polgármester már nem először járul hozzá a Média Centrum és a Városi Szociális Közalapítvány közös karácsonyi játékgyűjtő akciójához. Minden területen, ahol tudunk, megpróbálok én is azért odafigyelni kollégáimmal, társammal, munkatársaimmal együtt, úgyhogy örülök neki, hogy munkatársaim gyanánt a Kecskeméti Televízió is belefogott a Kecskeméti Lapokkal együtt egy ilyen akcióba. Sikeres az akció, mindenhol mindig szükség van minden támogató segítségre. A polgármester ezúttal is olyan ajándékokat hozott a gyermekek számára, amelyek a városhoz kötődnek. A várost szimbolizálja az ajándék, amit hoztam, hiszen a városnak a szecesszió színezőkönyve, azok a társas játékok, amelyeket egy városi kolléga logikája alapján készítettünk el, és hát azért minden gyerek szereti az édességet, úgyhogy az édességet sem hagytuk ki belőle, az pedig a Szemerei Csoki gyárból érkezett. Az adományokat idén is a Kecskeméti Televízió szerkesztőségébe, a Szabadság tér 2-es szám alá várjuk. Elsősorban új vagy nagyon jó állapotban lévő használt játékokat és mesekönyveket. Az összegyűlt ajándékokat december 18-án adjuk át a gyerekeknek a Városi Szociális Közalapítvány hagyományos karácsonyi ünnepségén.